Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában. A DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Wise gondoskodik. Gumiszakértőnk a Revolution Motor. Mai műsorunk tesztalanyai a Yamaha termékei. Amint tudjuk, az elmúlt időszakban nagyon sok 900-as motort hoztak ki. Nem véletlen ebben a két motorban is 900-as blokkot fogunk találni. Ugyanazt a blokkot méghozzá, amit az MT-09-esben. Dani, neked hogy jött be a te géped? Hát igazából mondhatnánk, hogy bármelyikünk gépe, mert ugye motorikusan mind a kettő teljesen ugyanaz. Nagyon. Tehát ha a motort nézzük, akkor abszolút. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen mentem az MT-09-essel, nem olyan nagyon sokat szelidítettek ám rajta, ahhoz képest, hogy ez egy túra motor. Igen, hát mentünk vele nem keveset most. Szerencsére ez egy hosszabb tesztidőszakra volt nálunk ez a két motor. A kezelőszervek azok szinte ugyanazok, de hát azt kell tudni, hogy a te motorod az drágább, több pénzed van. Hát ez így igaz, nem is kevéssel egyébként, mert 550 ezer forint a differencia két motor felhasználói ára között, ezért ugye azért természetesen kapunk egy jó pár feláras extrát, ami tiédhez képest. Igen. Ugye többek között egyrészt a teljesen állítható futómű. Kapjuk ezt a két szép fényezett gyári oldaldobozt hozzá, amik ugye 20 literes kapacitással bírnak, illetve elektronika terén is vannak finomságok, egyrészt ugye a markolatfűtés, ami ma biztos, hogy nem fog kelleni. A tempomat az nagyon jó volt, tehát az nagyon tetszett, hogy volt rajta. Illetve, amit először nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog jönni, de a gyorsváltó. Ezen kívül pedig még kapott egy, hát az R1-ről adoptált színes kijelzőt, műszerfagyanánt. Azt megmondom őszintén, annyira azért nem nyűgözött le, tehát arról le tudnék mondani. 5000-től szépen kizöldül, mint tavasszal a mező, ami nem is véletlen egyébként, mert ott kezd el igazán élni ez a blokk, ugye ez a CT3-as blokkja a Yamahának. Amit hát most már azért az elején is elmondtunk, de tényleg ez mondhatjuk azt, hogy mondhattuk egy-két évvel ezelőtt, hogy az új 900-as három hengeres soros blokkja a Yamahának, hát már annyira nem új. Viszont a Yamaha ezt nagyon szépen használja, szinte most már, ha jól tudom, négy motor típusban is, ami abszolút helyes és helyén való, mert elképesztően jól sikerült ez a blokk. Ha jól emlékszem, most ilyen 770-780 kilométert mentem én ezzel a géppel, és hát 4,4 literes átlagfogyasztásnál tartunk. Ebben volt városi használat is, országút is, bonyolultabb terepviszonyok, tehát azt tudom mondani, hogy egy nagyon takarékos motorról beszélhetünk. Igen, hát akkor az én oldalamra a Sancsin alul maradtam, ez egyértelmű a 600 szerény kilométeremmel. Én ugye mentem bele autópályán is, szándékomon kívül egyébként szakadó esőben is, úgyhogy ott is kipróbáltam ABS-től kezdve kipörgésgátlón át minden. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem így kereken 5-re jött ki a fogyasztás, ami hát egyrészt önmagában is megsüvegelendő teljesítmény, viszont ami engem igazából, hogy mondjam, nagyon meglepett és pozitívan, az pedig az, hogy a Yamaha 5 és felet ígér. Úgyhogy az alá belőttünk egy fél literre, legalábbis nálam. És hát tényleg nem azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt kímélő üzemmód semmilyen szinten. Ugye az esőben sikerült kipróbálnom itt az A standard és B fokozatokból, ugye a B-t, ami gyakorlatilag egy lágyított gázreakciót jelent. Ő standardban azért tud, hogy mondjam, meglepetéseket okozni, főleg teljesen zárt gázállásról, az újból rányítja a gázt, az ember azért tud egy csúnyát rúgni. Az át, azt megmondom őszintén, nem igazán tudom értelmezni, tehát nem látom se létjogosultságát, se sok értelmét. Egyrészt olyan nagyon nagy különbség nincs a standardhoz képest, de még így is egy kicsit bakkecskés feelinget ad az egész motornak, tehát hirtelen gyakorlatilag előbb ad gáz, mint hogy rágondolunk, és azt is olyan hirtelenséggel, hogy azért egy kicsit ugrabugrálós lesz a sztori. A másik, amitől, hogy mondjam, egy kicsit engem nem elégített ki, az pedig az üzemanyag szintjelző, az egy kicsit nekem furán működik, tehát... Nem csak neked, tehát ezt beszéljük meg, hogy igen. Ugyanaz az elektronika működhet a háttérben. Nálad mi volt végül hát, is? Azt kell mondani, tehát a beosztás az látszik, hogy a fél tankig tényleg semmi nem tud történni, mert az egy rublika van a fél tank és egész tank között. Utána viszont futólépésben kezd el szépen csökkenni az üzemanyag szintjelzőn ugye a rublikák száma, és utána valóban elkezd villogni, amikor, hát hogy mondjam, egy átlagos motoros, aki átlagos motorokhoz szokott, akkor árgus szemekkel ugye vadásza a benzinkutakat. Hát én kétszer is megszívtam azzal, hogy gyakorlatilag még 100 kilométert lehet menni tartalékon, csak hát egy kicsit ez előrébb jelez, mint mondjuk egy átlagos motor.
két dolog volt, ami még nem nagyon tetszett, főleg nagyobb tempónál. Az egyik, hogy a kormány az kicsit zsibbaszt. Tehát az olyan rezgéseket generál a blokk, ez a 110-120-as tempónál, hogy egyszerűen elzsibbadt tőle a kezem. A másik a plexi, ami ugyan állítható, és mivel egy fogaslécről van szó, nem is tudtam megszámolni, hogy hány fokozatban, de 6-8-10-ben biztos. Sehogy nem volt jó. Tehát én komolyan most már kezdem én szégyelni magam, hogy nekem egyetlen motoron se jó soha a plexi, de fölhúzva, magas állásba, alacsony állásba olyan turbulenciákat csinált a sisakomra, tényleg, amit egyrészt a fülemnek nem tett jót ezek a sivító, sikító hangok, másrészt meg hosszú távon azért elég zavaró. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy én próbálkoztam tényleg az összes állásba, és egyikkel sem lett jobb, tehát lehet hozzá kapni egyébként nagyobb plexit a Yamaha tartozék katalógusában, az lehet, hogy megoldaná a problémát. Nálam ugyanez volt a plexinél, tehát én is próbálkoztam vele. Nálam az is érdekes volt, hogy a válvonalra iszonyatos terhelés jön. Mi van még? Traction control? Az nekem hibátlanul működött, tehát én folyamatosan egyesbe hagytam, jó tovatkozik be a legkevésbé, a féket egy szó nem érheti. A váltóval szintén semmi probléma nem volt, tehát az látszik, hogy az egész motor teljesen össze van rakva és váltó. Jól működik. Neked volt? Igen, hát nálam tudod, meséltem arról, hogy az elmúlt egy hétben körülbelül 5-ször vagy 6-szor sikerült egy olyan dolgot csinálnom, hogy amikor lefelé váltottam, tehát a visszaváltásnál ugye nem vett sebességet. Most ez lehetséges, hogy abból adódik, hogy a kuplung nincsen rendesen beállítva. Ritkán szokott ilyen előfordulni, hát gondolom, hogy ez nem gyártási vagy technológiai hiba, mert nálad semmi nem volt. Nálam ez többször előfordult, elég érdekes volt azt látni a sebességfokozat kijelzőn, ugye, hogy nem lát semmit, mert egy kis négyzet volt, és ő se tudta éppen, hogy most éppen mi történik. Uh-huh. Beszéltünk egy markáns összegről, ami a két motor közti különbségből adódik. Mindazon kiegészítők, amiket utólag is meg lehetne venni mondjuk a te motorodra is ezen rajta vannak, azok már lefedik ezt az árkülönbözetet, tehát mondhatjuk azt is, hogy azokat ezért ajándékba kapjuk, amik viszont nem külön megvásárolható extrák, úgy mint ugye a teljesen állítható hátsó hidraulikusan állítható futómű, a színes kijelző, illetve ugye a tempomat, tehát ezek már igazából, hogy mondjam, pluszba hozzájárnak. A futóművek között ugye azért, hogy mondjam, érezhető a különbség a tiédhez képest. Én biztos, hogy nem sírnám el magam akkor se, hogyha csak idézőjelben az a futómű lenne alatta, mint ami a tiédben foglal helyet. Üléspozíció neked annyira jött be? Fura volt, hogy ha 100 kilométernél többet kellett menni, akkor egy idő után elkezdett fájni a popóm idézőjelbe téve. Ez most lehet, hogy az ülésnek a párnázottságából adódik, vagy oda is átértek a rezgések, ezt így nem tudtam eldönteni, vagy egyszerűen csak nem tudtam megtalálni azt a jó üléspozíciót, amiben kényelmes lett volna egy hosszabb távot letolni. Nem panaszkodom, tehát gondolom, hogy aki sportmotoron szocializálódott, azoknak minden jobb, mint egy sportmotorülés, de azt gondolom, hogy egy hosszú távú túránál ez is így előjöhet, hogy mondjuk egy zselés ülést ráapplikálni erre a motorra. Amit ugye szintén lehet kapni ugye a Yamaha tartozékai között. Én azt tudom mondani, hogy én mentem vele 200-at is kvázi egy seggel, ugye, ahogy mondani szokták, és nekem nem volt ilyen problémám, sőt, folyamatosan azon gondolkoztam, hogy lehet jellemezni ezt az üléspozíciót, ez nekem így a világból kimenős üléspozíció. Mm-hmm. Tehát a lábak ilyen pont teljesen kényelmes szögben állnak, szépen kinyújtott kézzel tudja az ember a kormányt fogni. Ez az 550 ezer forint, hogyha az ember megengedheti magának, akkor örülni fog neki. Még akkor is, hogyha egy pár dolog ebből úgy érzi, hogy fölösleges, ami ebbe benne van, mert ahogy beszéltük, jó pár dolgot kvázi ajándékba kapsz ugye ezért az árért. Ugye én szeretek motorfékkel lassulni, fenomenális. Főleg akkor ugye, hogyha a traction control olyan helyzetben van beállítva, hogy ezt engedélyezi. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon jó lassulásokat is el lehet vele érni. Külalak, színvilág. Hogy mondjam, vannak olyan részei, amik nekem mondjuk más motorról jobban tetszik, de valóban kapott egy olyan hegyes fejidomot, egy olyan szofisztikált oldalidomot, illetve idomzatot, ami gyakorlatilag nagyon szépé teszi. Viszont hát mivel ugye mind a ketten sor kerítettünk egy-egy mosásra, ez ott üt vissza. Ugyanis annyi pici rés és olyan eldugott helyek vannak, ahova természetesen a 130-as darázsos betalál, te már a szivacsal meg a vízzel nem annyira. Úgyhogy azért, hogy mondjam, egy kicsit túl is van bonyolítva ez a forma, ami optikailag nagyon kellemes élmény.
de amikor onnan kell kivakarászni a döglött bogarakat, akkor már egy kicsit kevésbé. Szerinted kinek ajánlhatjuk? Hát én azoknak ajánlgatnám, akik sportmotoron nevelkedtek mondjuk, de már nem szeretnék kifacsarítani a végtagjaikat egy sportmotoron, viszont elmennének hosszabb túrára, akár egyedül, akár a párjukkal, akár csak egy társasággal, de igénylik azt a sportmotoros dinamikát néha napján, amikor leeresztik nekik a redőnyt. Nekik szerintem hibátlan választás ez a motor. Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában, a DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Wise gondoskodik. Gumiszakértőnk a Revolution Motor.